filmpályázatot hirdetett a Kőrösi Kulturális Központ még decemberben. Petőfi Sándor emlékévének kapcsán amatőr rövidfilmeket vártak a kerületből és a kerületen kívül bárhonnan. A Kultúra napján a díjazottakat kihirdették. A pályázat ötlete úgy jött, hogy egyrészt ez az év Petőfi emlékéve, tehát mindenféleképpen szerettünk volna, és nem csak egy, hanem több programot erre meghirdetni, és az elmúlt években sokat tanultunk abból, hogy amikor vírus van és az intézményeknek meg kell zárni, akkor is lehet a közönséggel kapcsolatot tartani, és gyakorlatilag ebben az időben fedeztük fel a online programoknak az előnyeit, és ezt használtuk föl. Ez volt az egyik kiinduló pontunk, a másik az, hogy egy olyan korosztályt szerettünk volna megszólítani, akit kevésbé tudunk a kulturális intézmények programjaiba bevonni. És ez az általános és középiskolás korosztály az, akiket úgy látjuk, hogy ezekkel az online megoldásokkal sokkal könnyebben meg tudjuk mozgatni. És ez bejött. Tehát azt láttuk, hogy szívesen vesznek részt ilyen pályázaton, hiszen ők a mindennapjaikban ezekkel az eszközökkel élik az életüket, ez az életterük, és hogy ezt ilyen dolgokra is föl lehet használni, ezt mutatták be, és ezért gondoltuk, hogy egy ilyen jellegű pályázatot írunk ki, amit a Kultúra napján fogunk értékelni, és a díjakat akkor fogjuk ugye átadni. A kitétel gyakorlatilag az volt, hogy egy rövid, nem profi alkotásokat vártunk, hanem rövid filmeket, olyanokat, amit egy telefonnal el lehet készíteni, és ezt az általános és középiskolásoknak írtuk ki. A pályázatra 24 pályamű érkezett be, nem csak az egész ország területéről, de határon túlról is, ami külön öröm volt a szervezőknek. A rövid filmeket több fő zsűri értékelte. Összeállt egy zsűri, és megnéztük az eredetiségét, az ötletet, hogy mennyi munkát tettek bele, melyik volt a legművészibb, ki az, aki kicsit humorosra vette. Tehát azt lehet mondani, hogy a döntésnél, mint minden ilyennél, ugye a szubjektívek, de próbáltuk azért arra törekedni, hogy azért valóban a legjobb alkotások kerüljenek ki győztesként, és nem is volt vita a helyezeteknek a felállításán, mert elég egyértelmű volt. Ebben a dologban benne volt Weber Tibor alpolgármester úr, ugye ő a kulturálért felelős alpolgármester Kőbányán, Földényi Krisztina kolléganő, és jó magam, akik együtt néztük végig a filmet, és döntöttük el a helyezetteket. Az első három díjazott mellett több külön díjat is osztottak ki a szervezők. Az eredmény hirdetés online formában zajlott, így minden résztvevő az interneten értesülhetett helyezéséről. Az oklevelek mellett mozijegyeket és könyvutalványokat nyerhettek a legügyesebbek. Györfi László, a Kőrösi vezetője azt is elmondta, hogy szeretnének a jövőben még hasonló pályázatokat indítani. Tervezünk, ezért is hangsúlyozunk azt, hogy figyeljék a mi pályázatainkat, hiszen már túl voltunk egy nagyobb filmes pályázaton, tehát ahol az Kőbányai első, tehát Kőbányai filmszemle néven, amit idén folytatni fogunk, de több ilyen apróbb online pályázatot fogunk még hirdetni ebben az évben is. Weber Tibor kultúráért felelős alpolgármester is részt vett az eredményhirdetésen, és a pályázatról is megosztotta velünk véleményét. Ennek a pályázatnak a célja az volt, hogy a fiatalokat, egy olyan korosztályt mozdítsunk meg, akik már egy más oldalról, egy vizuális térben, egy kicsit más térben mozognak, mint mi. És ugye a Petőfi év egy jó alkalom volt arra, hogy egy ilyen rövid filmes kis pályázaton, ahogy a fiatalok a TikTokon is kifejtik a saját gondolataikat, itt leírják azokat az élményeiket, amit egy Petőfi vers kapcsán megéltek, illetve egy kicsit ez arra is motiválja őket, hogy vegyék kézbe a verses kötetet, válogassanak, el kell nyilván több verset olvasni, hogy kiválasszanak belőle egyet. És ez a folyamat mindenképp
egy nagyon izgalmas új látásmódot is megmozdíthat bennük is, és nekünk, akik megnézzük ezeket a kisfilmeket, mindig élményt jelent az, hogy melyik gyerekben mit mozdít meg egy ilyen vers, és ő hogy látja a vers mögött álló történetet, és hogy tudja ezt megfilmesíteni. Nagyon izgalmas, hogy mindegyik teljesen más gondolatot, a rajztól, az applikációig, a tényleg majdnem korhű ruhába öltöztetett jeleneten át. Nagyon színes volt az a paletta, amit végignézhetünk, és ami szerintem hasznos volt. Fontos, hogy a mai fiatalokat a mai világ nyelvén próbáljuk megszólítani, és ennek kapcsán lássuk, hogy ők hogy látják a világot, hiszen az ő nemzedékük felnőve ő fogja kinevelni a következőt, és így változik, épülnek egymásra a generációk. Az első helyezett kiválasztása, mint Györfi László is említette, egyöntetű szavazással dőlt el. Az elkészült film az alpolgármester szerint mindenkinek fontos tanulságokat hordoz magában. Én nagyon szellemesnek és ötletesnek tartottam. Nyilván nem véletlen, ugye ez a Pató Pál úrnak a verse, ami hát az én gyerekkoromnak is egyik kedves verse volt, mert valahogy ebben mindenki magára ismer egy kicsit. Magára vagy a környezetében levő emberek jutnak az eszébe, hiszen mindannyiunk életkorában meg életében vannak olyan dolgok, amiket úgy szeretünk halogatni, és lehet, hogy a különböző életszakaszunkban más és más, de mindenki ezen a szellemes, évődős versből egy kicsit önmagára is ismerhet, és ráismerhet egy nagyon kedves, mégis azért szigorú módon, figyelmeztető módon arra, hogy az életünk azért rövid, és nem kótyavetjelhetjük el. Tehát azok, akik most lemaradtak volna, figyeljék a Kőrösi honlapját, hogy a jövőben meghirdetett pályázatokon részt tudjanak venni.